Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia, én Bíró Dávid vagyok, a terapeuta, és a mai este folyamán az utánpótlással fogunk foglalkozni, a spanyol utánpótlással, illetve a magyar kluboknak a kommunikációjával, illetve a szurkolókkal való párbeszéddel. Vendégem Bor László, ex-labdarúgó, aki jelenleg egy kommunikációs szakterületen dolgozik, egy piacvezető telekommunikációs vállalatnál. Szia Laci, köszöntelek a műsorban! Szervusz Dávid, üdvözlöm a hallgatókat! Nos, hát jó pár évet eltöltöttél a magyar labdarúgásban, az utánpótlás sportban meg aztán pláne. Na mesélj, milyen élményekkel gazdagodtál, és hogyha mondjuk összehasonlítjuk mondjuk egy ma 15 éves labdarúgónak a lehetőségét a tieiddel, akkor mit gondolsz, hogy kinek mennyire pozitívak a lehetőségei? Ma már talán a megyei csapatoknál is jobban odafigyelnek az edzés minőségére és annak a számára. Tehát amikor én fiatal voltam, bár most sem vagyok idős nyilván, de tényleg amikor én ilyen 10 éves voltam, akkor heti 2 edzés volt jellemző így vidéken, míg ma úgy tudom, hogy azért 3 a legkevesebb, de gyakran inkább az 5 felé mennek el. Ha kell, akkor 6 emberrel tartják meg az edzést, de tényleg erre már nagyon odafigyelnek. És hogyha az edzés lehetőségek, gondolok itt arra, hogy pályák milyenek, az öltözők mennyire vannak rendben, az eszközök, labdák, ilyenekre mennyire van mondjuk más lehetőség, mint mondjuk korábban? Hát én még emlékszem arra az időre, amikor ilyen nagyon régi kipsztalabdákkal játszottunk, ami vizes talajon úgy megszívta magát, hogy ez élvezet volt megrúgni. Illetve az öltözők, tehát hogy 2 öltöző volt, egyik volt a felnőtt csapat, egy másik meg a miénk, és finoman fogalmazok, egyik sem volt túl szép állapotban. Viszont ma már az MLS azért próbál odafigyelni ezekre a dolgokra, tehát így a TAU támogatásoknak köszönhetően azért nagyon sok mindent tud tenni egy klub annak érdekében, hogy az infrastruktúrája fejlődjön. Én ezt egy nagyon jó iránynak látom, hiszen nem érzi azt egy megyei klub, hogy elhanyagolják. Tehát képesek ők is fejlődni és mindent megtenni az ottani labdarúgás fejlődéséért. És hogy milyen helyzet az edzés ennek a minőségéről? Ugye arról volt szó, hogy több, és hogyha 6 fő van az edzésen megjelenő, akkor is megtartják őket, de a minőségét tekintve mit gondolsz, van a változás, vagy sajnos ebben nincs? Megyei szinten úgy gondolom ebben is van változás, hiszen akikkel legalábbis én így napi szinten kapcsolatban állok, illetve álltam, korábbi labdarúgók, akár utánpótlás labdarúgók, ma már, ha nem is lettek profik, akkor a sportban maradtak, tehát egy edzőképzést elvégeztek, amit ma már úgy gondolom, hogy viszonylag jó képzést biztosít erre az MLS. Tehát elvégezték ezt a képzést, és próbálják úgy nevelni a fiatalokat, hogy ne csak megyei szinten, hanem magasabb NB1, NB2-es utánpótlásba is tovább tudják őket adni annak reményében, hogy a fiatal srácok meg tudják valósítani az álmaikat, és ha nem is olyan magas szinten, de azért egy magyar NB1-be be tudjanak mutatkozni. Most nyilván az első osztályban, így az utánpótlás szinten már teljesen más a helyzet. 10 éves gyerekek heti szinten minimum 4-szer edzenek, és ott már komolyan odafigyelnek arra, hogy tényleg a minőség legyen a fontos, ne pedig a mennyiség, hogy ami régen jellemző volt, hogy kis bemelegítés, kis játék, levezető futás, esetleg nyújtás és a többi, ez ma már nem jellemző, már tényleg odafigyelnek arra, hogy labdás edzés legyen, fiatal korban próbálják megfejleszteni a játékos technikáját, hiszen akkor még nagyon fogékonyak erre, illetve talán próbálnak már egy olyan irányba elmenni, hogy a dinamikát is javítsák, ami kicsit hiányosság a mai napig a labdarúgóknál, de hát nyilván idő kell, hogy kiforjon ez is. Mit gondolsz egyébként lehetőségeket tekintve egy ma mondjuk egy vidéki, kisebb városból elinduló fiatalnak, akinek megvan a tehetsége, mennyire van esélye bekerülni az NB1-be? Hát ez nagyon érdekes. Szokták mondani, hogy a tehetség utat tör magának, ami részben igaz, viszont ahhoz, hogy egy tehetség utat törjön magának, Magyarországon még mindig szükség van a kapcsolatokra. Tehát én azt látom, hogy néhány klub rendelkezik játékos megfigyelői
úgy fogalmazok, hogy rendszerrel, tehát most lehet ez kettő megfigyelő, lehet ez 5-6, kinek mennyi, de vannak olyan klubok, akiknek még nincs, vagy éppen nem főállású. De mindenképp a kapcsolatokra hagyatkoznak, hogy az édesapja ismer valakit, aki elintézi neki mondjuk a próbajátékot, és akkor ő szépen felutazik mondjuk, tegyük fel Székesfehérvárra a videóton utánpótlásába, megnézik, jól játszik, tehetséges, jobb esetben felveszik. Na de most, ha valakinek nincsenek meg a szükséges kapcsolatai, ott már elég nagy problémák lehetnek, hiszen hiába tehetséges valaki, hogyha azt nem tudja megmutatni egy olyan szakembernek, aki esetleg tudná segíteni az ő pályáját. Tehát mondjuk tegyük fel, tényleg egy játékos megfigyelőt rá lehetne állítani egy fiatal tehetségre, aki mondjuk teszem fel, Szeged mellett egy nagyon kis faluban él, de nyilván a környéken nincsen olyan csapat, aki annyira figyelné ugye a környékbeli utánpótlást, hanem tényleg úgy próbál meg szűrni, hogy akik hozzájuk érkeznek, őket nézi csak meg, mert hogy másra nincsen kapacitása. Na most ezek a srácok, akik nem tudják megmutatni, ott viszont már probléma az, hogy tényleg egyáltalán nincs lehetőségük kitörni abból a közegből, ahol vannak. Igazából az NBA-es kluboknak most már bőven van olyan büdzséjük, hogy beleférne egy, nem is egy, hanem több állandó scoutot alkalmazni, akinek az lenne a feladata, hogy járják tényleg az országot, és legkisebb falgóba is elmenjenek mindenféle mérkőzésekre, hát ott megtalálják a következő Messi-t vagy Ronaldo-t, aki magyar nemzetiségű ügye. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, mégsem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel. Mit gondolsz, ez egy kihagyott ajtóablak helyzet? Úgy gondolom, igen. Tehát, ha belegondolunk, Magyarországon rengeteg tehetség van, és nyilván néhány klub már, mint említetted, és igazad is van, úgy gondolom, hogy megfelelő büdzsével rendelkezik ahhoz, hogy kiépítse ezt a játékos megfigyelői hálózatot. Néhányan megtették, néhányan nem. Gazdasági szempontból sem lenne mindegy, hogy ezeket a tehetségeket megtalálják, vagy nem. Hiszen ott van például jó nagy klub, de az Udinese. Az ő esetükben talán a világ legjobb játékos megfigyelői hálózatáról beszélhetünk, és ők abból élnek, hogy olyan játékosokat találnak, akik viszonylag jó áron megszerezhetők, ugyanakkor van bennük potenciál, még az olasz első osztályban is, hogy olyan szintre tudjanak fejlődni, hogy eurómilliókkal magasabb összegért tovább tudják értékesíteni. Tehát úgy gondolom, hogy igen, ez egy kihagyott zicser. Tehát egy adott klubban hiába jó a képzés, ha nincsen megfelelő alapanyag a képzéshez, akkor lehet akármilyen jó egy edző. Ha nincs meg a tehetség mellé, akkor nem lesz olyan az eredmény. És látjuk, hogy sajnos egyelőre nem feltétlenül olyan az eredmény. Viszont a tehetségek azok pedig nem úgy van, hogy bekopogtatnak az ajtón. Még azok sem, akik tényleg szeretnének NBA-es játékosok lenni, hanem sajnos a kluboknak kellene utána járniuk ezeknek a játékosoknak. Azt gondolom, hogy nagyjából összefoglaltam a problémát. Hát igen, egyébként ezt teljesen jól összefoglaltad. Én úgy látom legalábbis, hogy felnőtt szinten bár játékos megfigyelők járják az országot, külföldön is, vagy külföldre is utaznak, de tényleg így most, amiről beszéltünk, hogy a fiatal tehetségek megfigyelésére, felkutatására kevesebb energiát fordítanak és kevesebb pénzt, mint amennyi szükséges lenne. Beszéljünk kicsit a tehetséggondozásról. Tegyük fel, hogy tehetség eljutott az adott klubhoz, és mondjuk ott van az NB1-es csapatnak az utánpótlásában. A tehetséggondozás mennyire működik? Tehát, hogy mennyire figyelünk arra, hogy ne kalódjon el az adott játékos, járjon rendszeresen edzésre, ne a hétvégi bulik vigyék el a futballpálya mellől, vagy akár mondjuk a még rosszabb irány. Tehát, hogy mennyire fordít erre komoly figyelmet manapság a magyar futballtársadalom? Én úgy gondolom, hogy ez leginkább a kluboktól függ. Tehát vannak olyan klubok, ahol ugye saját akadémiával rendelkeznek,
ma már elég szép számmal vannak ilyenek, viszont van, ahol viszonylag szigorúan tartják a játékosaikat, tehát ez alatt azt értem, hogy edzés után mondjuk elmegy iskolába, visszajön pihenni a kollégiumba, megint egy edzés délután, és akkor utána egy másfél, két órás szabad foglalkozása van, és teszem fel azt, hogy mondjuk este 8 óra. Na most van, ahol elvárják, hogy akkor szépen vacsorázzál meg, tedd a dolgod és menjél aludjál, de van, ahol viszonylag, hát most csúnyán fogalmazok, de hosszúra ereszik ezt a pórázt, hogy nem figyelnek arra, hogy edzések után mivel foglalkozik egy-egy fiatal. De nyilván ez a játékos személyiségétől is függ, hogy éppen ő milyen, és azokat kellene megtalálni, akik azért vannak ott, hogy a labdarúgással foglalkozzanak, azzal szeretnének foglalkozni. Nyilvánvalóan ez nem csak a klubnak a feladata, a szülői ugyanúgy egyébként, és természetesen egyébként az adott játékosi is. Tehát ez egy szép háromszög, aminek fel kell épülnie, és oda kell figyelnie igen, mindenkinek. Na de mi a helyzet mondjuk a felnőtté válással? Valaki 18 éves akadémista, és utolsó éveit tölti az akadémián, tehát a felnőtté válásban nagyon-nagyon sok játékos veszíti el úgymond a futball iránti szeretetét is, meg sajnos nagyon sokan ki is hullanak, és tehát nem, hogy amatőr futballisták lesznek belőlük, vagy profi futballisták, hanem hogy teljesen elkerülnek a sporttól. Mit gondolsz, hogy ezt az átmenetet hogyan lehetne egy kicsit jobban megoldani, vagy szabályozni, vagy vannak-e ötleteid ennek a megoldására? Igen, tehát itt azt kell látni, hogy Magyarországon ez még nem kiforrott jelenség, hogy esetleg egy 17-18 éves tehetség megmutathassa magát az NB1-ben, akár 10-15 percre is, hiszen korábban több edző is nyilatkozta azt, hogy oké, rendben, vannak fiatalok, de nincs kihez nyúlni, aki tényleg odaáll és megcsinálja, amit ő kér tőle. Na de kérdem én, hogy ha nem kap lehetőséget, nem szerez rutint 17-18 vagy akár később 19 éves korában, akkor hogy várhatjuk el tőle azt, hogy mondjuk 20 évesen ő egy kész játékos legyen? Ugye ez egy magyar sajátosság, hogy 22-23 éves játékosról úgy beszélünk, hogy na igen, ő egy tehetség, egy fiatal tehetség, nem? Ebben a korban már kiforrott játékosnak kellene, hogy legyen, és ebben nagy szerepe van annak, hogy tényleg ennyire fiatalon, tehát így, ahogy említettem, a 17-18 éves korosztály nem kapja meg a kellő lehetőséget ahhoz, hogy bizonyítson, vagy ha meg is kapja, teszem fel azt, 10 percre beállítják a mérkőzés végén, de nem játszik olyan jól, mint ahogy várták, akkor nem azt mondom, hogy elköszönnek tőle, hiszen a klub megtartja, viszont nem feltétlenül kap már még egyszer lehetőséget, mert úgy gondolják, hogy nem üti meg a mércét, pedig csak bele kellene rázódnia, felvenni a ritmust és hasonló. Mit gondolsz, az MLS-nek az új fiatal játékos szabály az lendíthet ezen a dolgon, vagy mindenki annyira az eredményre fókuszál, hogy ez a plusz 50 millió, amit be lehet zsebelni egyébként egy szezon alatt ezzel a szabállyal, ez nem tétel a büdzsébe se, másrészt meg nem az MLS szabályozás fogja meghatározni azt, hogy lesz-e a tehetséges labdarúgó az akadémián. Nézd, Magyarországon vannak klubok, akik nem szorulnak rá erre a támogatásra. Jó dolognak tartom ezt a kezdeményezést, de nagyon későn próbálják ezt bevezetni. Tehát későn értesítették a klubokat arról, hogy lesz ilyen lehetőségük, bár korábbi években is hasonló volt, ugye. De én mégis azt gondolom, hogy ez nem lesz akkora hatással a fiatal játékosok perceire, mint ahogy azt az MLS elvárná. Meglátjuk egyébként, jó lenne minél több tehetséges magyar fiatalt látni az NB1-ben. Viszonylag hosszabb időt töltöttél el Spanyolországban a futball közelében. Az ottani tapasztalataidat, mondjuk ha összehasonlítod a magyarországi tapasztalataiddal, akkor mit látsz, mitől jobbak a spanyolok, vagy mi az, amit ők máshogy csinálnak, mint amit itt mi Magyarországon?
Elsőként igazából a mentalitást emelném ki. Magyarországon szintén jellemző, hogy hiába tehetséges valaki, hogyha ha fejben nincs ott, akkor az megmutatkozik, hogy edzésen mondjuk sprintelés közben nem ad ki magából 100%-ot, úgy gondolja, hogy így is gyorsabb a többieknél, 80% elég. Még itthon ezzel el van, és szép lassan utolérik a többiek az adott játékost, addig Spanyolországban ez teljesen másképp működik. Egy fiatal azért megy edzésre, hogy ő fejlődjön, ő elhatározta, hogy ő igenis profi szeretne lenni, és minden belead az edzésbe. Görcsöt kaphat a lába, bármi történhet, ő akkor is végre fogja hajtani azt, amit az edző mond, hiszen ott úgy tekintenek az edzőre, minthogyha hát nem a második édesapjuk lenne, hanem annál jóval több. Tehát tényleg egy mentor, akinek a szava szent, és ezt kell csinálni. Tehát az elsődleges dolog mindenképp a mentalitás, hogy ott teljesen másképp állnak hozzá, illetve a másik, amit még így nagyon kiemelnék, az edzésnek a folyamata, a felügyelete, és tényleg így maga az edzésnek a menete. Tehát ott, ha kell, akkor 15-ször ismételnek meg valamit, de azt jól csinálják, akkor utána következő szintre lépnek. Tehát ez most lehet, nem tudom, 3 nap, lehet 2 hét, addig csinálják, amíg nem jó. És ugye így fejlődnek a játékosok, hogy ismétlik azt, amiük van az alapoktól kezdve, és arra építkeznek folyamatosan, tehát nyilván frissíteni kell a tudást és megtartani, berögzíteni a jó dolgokat. Magyarországon viszont azt tapasztaltam, hogy itt inkább ilyen sablonos dolgok vannak. Tehát maga az edzés annyiban nem tér el, tehát így a gyakorlatokra gondolok, nem különbözik sokban. Viszont tényleg az, hogy itt egy hétig ezt csinálod, egy hétig azt csinálod, aztán a következő. Tehát nem fokról fokra építkeznek az edzők így a játékosokkal kapcsolatban, hanem meg azt a tematikát követik, amit nekik le van adva. Persze vannak kivételek, és nagyon jó, hogy vannak kivételek. Én is találkoztam remek edzőkkel, de sajnos én azt látom, hogy a mai napig nagyon ragaszkodnak a tematikához. Itt igazából arról beszélsz, hogy a magyarországi edzések azok sokszor adhok jellegűek, míg mondjuk Spanyolországban koncepció alapján építik fel az edzésmenetet, és igazából amíg A pontot nem tudjuk tökéletesen csinálni, addig hiába lépünk a B pontra, mert nem fog működni a taktika. Igen, amit most így a spanyolokkal kapcsolatban említettél, valóban erre gondoltam, bár nem ilyen szépen tisztán fogalmaztam. Viszont Magyarországon nem adhok jellegűnek mondanám ezt a dolgot, hiszen itt is van egy edzésterv kidolgozva, de itt inkább az időpontokra fektetik a hangsúlyt, nem pedig arra, hogy minden úgy működjön minden játékosnál, ahogyan működnie kellene. A spanyoloknál mondtad, hogy a mentalitás egészen más. Ez azt jelenti, hogy a játékosok is máshogy állnak az edzéshez? Igen. Tehát nem nagyon találkoztam olyan edzéssel, ahol ne lett volna maximális létszám. Volt például egy csapattársam, aki rendkívül jó tanuló volt, tehát külön órákat is vett, és volt egy, hát nem egy alkalom igazából, több is, amikor versenyre kellett volna mennie, de ő inkább úgy gondolta, hogy az edzést választja, hiszen ő ezzel szeretne foglalkozni, ebből szeretne élni később, hiszen élete a sport, élete a labdarúgás, és nem azt mondom, hogy háttérbe szorította a tanulmányait, de priorizálta a feladatait, és mindig a labdarúgás állt az első helyen. Nem a pihenés, nem más, csak a labdarúgás számított igazán. Ez a hozzáállás kifizetődőnek bizonyult így visszanézve? Nem, sajnos nem. Amit sajnáltam is, tényleg nagyon technikás és dinamikus játékos volt, azonban nagyon sérülékeny, és így az utánpótlásból sajnos már nem tudott feljebb lépni. Hát ez igazából a szerencsétlenségem múlott, akkor nem fel. Igen, igen. Mentalitáson. Világos. Jó, beszéljünk egy kicsit a spanyoloknál a megfigyelésre, tehát mi az, amit ők figyelnek egy játékoson? Tehát, hogy Magyarországon azt nézik, hogy jelenleg mit tud a játékos. Most milyen képességei vannak, most gyorsabb-e, mint a többiek. Mondjuk most 13 éves az adott labdarúgó.
Spanyolországban arra kíváncsiak, hogy 13 évesen milyen képességű a játékos, vagy inkább az a fontos, hogy milyen képességei lesznek 19-21 évesen? Ott az utóbbi számít leginkább, tehát nyilván figyelembe veszik azt, hogy jelenleg milyen, de elsősorban a játék intelligenciáját nézik, a döntéshozata, a gyorsaságát és azoknak a százalékát, hogy az a döntés mennyire volt jó. Hiába van játékos, aki mondjuk legyen A és B játékos. A játékos nagyon jól lát a pályán, gyorsan hozza meg a döntést, és teszem azt, 90%-os a passz pontossága 13 éves létére. És van B játékos, aki szétfutja az egész mezőnyt, nagyon erőset lő, de passzolni kevésbé tud, nem látja át úgy a teret és a csapattársai mozgását, mint ahogy A játékos. Magyarországon inkább a B játékos felé húznának, hiszen Magyarországon az eredmények a fontosak, utánpótlás szinten is, ami sajnos szomorú, hiszen így egy terhet tesznek a játékosra, és nem tud kibontakozni, hiszen edzésen, illetve meccsen is stresszel. Még Spanyolországban ez nincs. Tehát ott van idő arra, hogy kineveljék a játékost. Ugye A játékost fogják választani, mert a játék intelligenciája kimagasló, a döntéshozata, a gyorsasága is átlagon felüli, tegyük fel. Inkább őt választják, hiszen benne többet látnak, mint ahogy említetted, a későbbi évekre nézve. Tehát a fizikumot, ugye a dinamikáját egy játékosnak, a felépítését, ezt mind-mind lehet változtatni, de a játék intelligencia az nem, azzal születni kell. Spanyolországban van, én azt gondolom, hogy koncepció alapján képezik a játékosokat, és majd cáfolj meg, vagy ne. Tehát, hogy ott a csúcsjátékos, amit képezni akarnak, az mondjuk van egy ilyen minta, mint mondjuk Iniesta, vagy Isco. Magyarországon mondjuk a csúcsjátékos képzés, tehát valahogy én nem látom azt, hogy egy koncepció elvén menne, mert hogyha azt mondom, hogy egy spanyol játékos, mondjuk fogalmam is, hogy kicsoda, nem ismerem, de ide igazol az NB1-ben, azért van egy elképzelésem arról, hogy ő milyen képességekkel rendelkezhet, vagy hogy melyik képességei erősek. Míg mondjuk egy magyar labdarúgóra gondolok, akkor egyáltalán nem tudok ilyet elképzelni, annyira vegyes és más, akár mindenféle tájegységtől vagy klubtól nézve a játékost. Igen, tehát Magyarországon klubonként eltér az, hogy ők hogyan nevelik a fiatalokat, esetleg milyen játékstílust szeretnének az adott játékosba nevelni, hogy később a klubban is ezt alkalmazni tudja. Spanyolországban én azt tapasztaltam, hogy mondjuk ott Barcelona környékén, így a katalán régióban, inkább az van, hogy van egy általános koncepció, teszem azt mondjuk 11 éves korig, 10-11 éves korig, és mindenki ugyanazt követi, mindenki ugyanazt csinálja. És 10-11 éves korban, vagy kor után kezdődik el a kluboknak úgy fogalmaznék, hogy a saját képükre alakít, a játékosok a klub képére alakítása, akkor kezdődik el igazán a klubok képzése. Addig inkább a spanyol koncepciót követik. Ez nagyon érdekes egyébként, és voltak már felvetések ezzel kapcsolatban, hogy az akadémiáknak nagyjából egységesen kellene képezniük a játékosokat, aztán ebből soha nem lett semmi, de te mondjuk hiszel egy ilyen rendszer felépítésében, mondjuk Belgiumban ez tökéletesen működik, de nyilvánvalóan minden nemzet más. Te Magyarországon azt gondolod, hogy működőképes lenne egy ilyen szisztéma? Én úgy gondolom, működőképes lenne abszolút. Viszont ez nyilván a kluboknak is kellene valamiféle együttműködés, hogy valóban úgy neveljék a játékosokat, ahogy ez a bizonyos koncepció előírná. És leginkább itt a játékos megfigyelésre helyezném a hangsúlyt, hiszen olyan játékosokat kellene találni, akik mind játékintelligenciában, mint pedig döntéshozatalban, esetleg mentálisan és személyiségbeli dolgokban is megfelel az elvárásoknak. És itt nem csak arra gondolok, hogy 13 évesen, hanem mint ahogy korábban már beszéltünk róla, hogy a jövőben nézve, hogy igen, neki olyan a hozzáállása és a képességei, amit a jövőben
esetleg ki tudna használni, nem pedig az, hogy jelenleg nagyon jó, de jövőben nézve semmit nem látunk belőle, hogy lehet-e egyáltalán akárki ez a srác. Itt a személyiség szónál abszolút megragadt egyébként a gondolatom, ugyanis hallottam praktikákat, nem csak Spanyolországból, Olaszországból is, hogy hogyan figyelik azt, hogy a játékosnak milyen személyisége van. Mondasz egy-két dolgot, hogy mi az, amit néznek nyilván a játék tudásán kívül? Nekem az volt a furcsa, amikor így az első edzések egyikén részt vettem. Kettő edző foglalkozik így általában egy csapattal, és minden edzésen mind a ketten jelen vannak. Na most, amikor én oda kerültem, akkor négyen voltak kin, kettő edző, kettőt pedig a mai napig nem tudom, hogy ki lehetett, viszont edzés után beszélgettek az edzőmmel, aki viszont közölte velem, hogy nagyon örül, hogy ilyen a hozzáállásom, hiszen labdaszedés terén, a kapucipelés terén volt olyan, amikor én vittem a vizet ki, mert nem tudom miért, de senki nem vitte ki, pedig ott elvileg kötelező lenne így a fiatal játékosoknak, tehát mármint, hogy így a korosztályon belül a legfiatalabb játékosra gondolok. És nyilván megfogtam a kulacsokat, megtöltöttem, kivittem, és ez nagyon tetszett neki. Tehát ők azt látták, hogy én tényleg akarom ezt csinálni, és a csapattal együtt dolgozni. Tehát én nem egyén vagyok, hanem a csapatot látom szem előtt. Ez nagyon hosszú távú gondolkodásra val, mert ugye hiába tehetséges valaki, a tehetség nem elég. Ugye a tehetség csak azt jelenti, hogy mondjuk adott mozdulatot 1000-szer, 10000-szer vagy 100000-szer kell gyakorolnia egy adott játékosnak, és hogyha ha nincs meg az a mentalitás, hogy én már pedig a legjobb akarok lenni, vagy én akarom csinálni, én megmutatom, hogy most aztán tényleg én vagy leszek a világ legjobb játékosa, lásd Ronaldo, akkor egyszerűen hiába a tehetség, nem lesz belőle Ronaldo az Istennek sem. Persze, igen, ez így van. Például egy érdekesség, hogy a Spanyolországon a belső védőket úgy nevelik az utánpótlásban, hogy ha hozzá kerül a labda, akkor ne azonnal elpasszolja, hanem induljon meg az ellenfél kapuja felé. És amikor megtámadja egy csatár, akkor passzolja el a labdát olyan helyre, ahol biztonságban látja. Tehát nem az van, hogy mint Magyarországon megkapod a labdát, egyből járasd meg, vagy mondjuk ez a spanyol felnőtt labdarúgásra ugye jellemző a labdajáratás. Utánpótlásban pont a labdabiztosságot próbálják belenevelni a belső védőkbe. Azáltal, hogy megpróbálják kihozni belőlük azt a kényszerhelyzetet, hogy vigye a labdát, és amikor megtámadják, akkor passzoljon. És ezzel is kivesz egy játékost ugye az ellenfél csapatából. Ha tehetnéd, egyébként milyen elemeket tudnál átemelni a magyar képzésbe a spanyolországi tapasztalataid alapján? Elsősorban így a dinamikán alapuló, illetve a mozgáskoordinációs edzéseket emelném ki. Bár tudom, igen, Magyarországon is elkezdődött, nagyon sok mozgáskoordinációs edzés van, de a játékosok dinamikájára még mindig nem fektetnek elég hangsúlyt, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy 15-6 éves korukig a magyar játékosok igenis kiemelkedők, mert hogy most is kijutottunk a VB-re, de ez valójában nem így van. Tehát aki egy kicsit is figyelemmel követi az adott meccseket, ott látható csapatként valóban megvan az összhang, de egyénenként megfutnak minket. Tehát nem tudjuk azt a tempót diktálni, amit nem egy spanyol, hanem mondjuk nem tudom, egy osztrák csapat tud esetleg. Tehát itt már sebességbeli különbségek is kiütköznek 16-17 éves korban pont a dinamikai edzések miatt. 16 évesen már késő egyébként ezeket a játékosokat átnevelni? Vagy mi az a kor, hiába mondják, igen, ezt tényleg én is nagyon sokszor, nagyon sok helyen hallottam, hogy 16 éves korig pariba vagyunk a nemzetközi élmezőnnyel, de azt kérdezem, hogy az már késő szerintem, ha már 16 évesen lassabban dönt a játékos, nem szkennel, vagy technikája nem olyan, tehát hiába a csapat egység lehet, hogy jobb, mint a spanyoloknál, vagy akárhol, tök minden ilyen csapatot nézünk, de egyénileg a játékosok azok már el vannak csúszva, késő nekik? Nézd, hát most említetted ezt a szkennelést, én azt gondolom, hogy ha
csak egy középpályásra gondolunk, hogyha 14 éves koráig ezt nem tudja elsajátítani, akkor már nem lesz, nem feltétlenül lesz belőle profi labdarúgó. Tehát ez egy alapvető készségnek kellene, hogy legyen. Az, hogy abban a korban mennyire változtatható meg egy játékos, felnőtt korban is lehet képezni egy játékos, tehát nem erről van szó, csak nagyon nehéz. Tehát már berögződött dolgok vannak, amiket nagyon nehéz kiiktatni. És oda igenis nagyon kemény, és nagyon sok plusz munka szükséges. Egyébként ez a szkennelés, ez oktatható, vagy ennek belülről kell, hogy jöjjön? Leginkább belülről kellene, hogy jöjjön, tehát látnia kellene egy játékosnak, hogy hogyan helyezkednek el a csapattársak és az ellenfél. Nem is tudom, talán Brazíliában zajlanak úgy az edzések, hogy nem mellény van rajtuk, tehát nem ez a színes trikó van rajtuk, hanem sapkák, pont annak érdekében, hogy ez a szkennelés, ez a játékosok fejében meglegyen, hogy igenis fel kell nézni, és körbe kell nézni, hogy ki van velem, ki van ellenem, és lássam, hogy ki hogy mozog. És én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, és Magyarországon még nem találkoztam ezzel a módszerrel, pedig én javasolnám, tehát ez tényleg hasznos lehet. Ez elég progresszívnek hangzik, ez biztos. A spanyolországi tehetséggondozást a magyarországival összehasonlítva azért vannak különbségek, vagy máshogy próbálják terelgetni a spanyol játékosokat? Mire gondolsz ez alatt? Arra gondolok, hogy mennyire engedik el a kezüket mondjuk azoknak a focistáknak, akikből végül is nem lesz profi labdarúgó, nem kaptak profi szerződést. Tehát, hogy odafigyelnek-e arra, hogy az adott klubnak a szurkolóivá váljon, belenevelik azt, hogy ez a klub, amit most te itt képviselsz, ez nem csak egy csapat, hanem ez a te csapatod. Attól függetlenül, hogy benne játszol, vagy nem. És tehát mondjuk ilyen példákra akarok, hogy vagyok kíváncsi, hogy vannak-e ilyen gondolatok, ilyen megmozdulások arra felé. Persze vannak. Tehát ott például tényleg, aki nem lesz profi labdarúgó, akkor egyeztetnek vele, hogy a jövőkép, hogy ő mit tervez. Tehát nyilván közlik vele, hogy ne haragudj, de nem tudom, képességeid alapján, vagy tök mindegy miért, de sajnos profi szerződést nem tudunk ajánlani. Na most vagy elmegy máshova és megpróbálja ott, vagy ha nem, akkor pedig akár edző is lehet az adott klubnál. Nyilván ez hosszabb folyamat. Tehát ott nagyon komoly edzésképzés folyik. Tényleg külön a mozgáskoordinációra van egy edző. Tehát nagyon sokféle képzést el lehet végezni, de tártkarokkal várják őket a klubokhoz, hogy részesei legyenek mindannak, amit átéltek, hogy akkor azt a úgymond az új generációval is megosszák. Tehát mindenképp egy szurkolót is nevelnek, illetve megpróbálják valamilyen szinten magukhoz láncolni. Itt igazából a klubnak az identitását próbálják elültetni az adott ember. Abszolút, igen, így van. Beszéltünk már a scouting fontosságáról. Spanyolországban mennyire van kiépülve a scouting hálózat? Én úgy gondolom, hogy ott jól megoldották ezt a helyzetet, hiszen ahogy említettem, ugye körülbelül 10-11 éves korig nagyjából egy azonos koncepció alapján működik minden utánpótlás. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a környékbelieket figyeljék, tehát mondjuk Barcelona területén, tehát mondjuk nem tudom, Szabadelytől kezdve, tehát ilyen 40-50 kilométeres körzetben nagyon alaposan megfigyelik a fiatalokat és nyomon követik. Nyilván nem arról van szó, hogy egy meccset megnéznek, és akkor na te jól játszottál, te gyere. Nem, tehát az is egy több éves megfigyelés lehet, míg valakit kiválasztanak egy adott helyre. Tehát ott rengeteg játékos megfigyelővel dolgoznak, és nagyon alaposan felmérik, hogy ki az, akiből lehet esetleg játékos. Tehát ott úgy gondolom, jól ki van építve ez a rendszer. Tegyük fel, hogy te egy scout pozícióba kerülnél itt Magyarországon, akkor mit figyelnél egy fiatal focistánál? Tehát mi az, ami fontos, milyen készségek azok, amik kiemelkedő fontosságot jelentenek, hogy később profi labdarúgó váljon ebből a fiúból? Amiről beszéltünk is, tehát ez a szkennelés, ez iszonyatosan fontos, hogyha ez megvan benne, az már egy nagyon-nagyon nagy plusz. Akkor ide vehetnénk például a technikai adottságokat. Nyilván ez is csiszolható, de hogyha az első labda érintése már fiatalkorban is kiemelkedik, azért
abban már látszik valami, hogy igen, ő talán arra született, hogy egy első osztályban talán egy napon bemutatkozhat. Ugye a készségek mellett igazából, amiről beszéltünk is, a mentalitást és a személyiséget is alaposan felmérném. Tehát nem mindegy az, hogy fiatal korban hogy áll egy játékos magához, a sporthoz, az edzőihez is, és a csapathoz, hiszen jó, hogyha van egyénisége. Itt arra gondolok, hogy megkapja a labdát, megcsinálja a cselt, és utána mondjuk passzol jó helyre. Viszont ha már állandóan belebonyolódik, és mindig ő akar megvalósítani mindent, emiatt pedig konfliktusba kerül mondjuk a csapattársával, és hát elküldi a fenébe, hogy így szépen fogalmazzak, akkor ott neki fejben nem azt mondom, hogy nem lehet rendet tenni, de ott azért már kicsit nehezebb dolga lenne az embernek, hogy igenis csapatjátékossá nevelje. És a mentalitás, ugye, hogy mennyire akar tenni a csapatért, hogy mi az a győzni akarás, hogy ismer el is elvesztett labdát, vagy mindent megtesz azért, hogy megszerezze, akár be is csúszik, hogy ne csúszson ki az a labda, csak tényleg a csapat érdeke legyen, és próbáljon tenni azért, hogy sikeres legyen ő is, mint egyén, és csapatban is tudjon gondolkodni már fiatalon. Fordítsuk meg egy kicsit a kérdést, és oké, hogy most már tudjuk, hogy nagyjából milyen készségek lehetnek fontosak számodra, de mondjuk egy klub számára hogyan tud dönteni, de mitől jó mondjuk egy scout? Ha így a klubokat vesszük alapul, egy scoutnak ismerni kell a klub filozófiáját. Tehát, hogy minden téren ismerni kell a klubot, milyen felállásban játszanak, nagyjából mi az elképzelésük azzal kapcsolatban, milyen posztra keresnek játékost. Tehát ez nagyon összetett dolog. Tehát tényleg egy scoutnak mindent tudnia kell arról, hogy a klub milyen játékosokkal szeretne dolgozni, milyen stílusban szeretne játszani, hiszen azt is fel kell mérni, hogy vajon az a játékos tudja azt, tehát hogy bele lehet-e nevelni, hogy ő esetleg ezt el tudná sajátítani. Tehát ez rendkívül összetett dolog. Tehát mondjuk arról beszélünk, hogy hiába van egy tehetséges játékos, aki mondjuk nagyon gyors, agresszív, tényleg nagyon jól érkezik, de mondjuk a klubnak a filozófiája pont az, hogy játékos legyen, labdaügyes legyen, akkor az ő tehetsége nem kompatibilis az adott klubbal, így hiába tehetséges, nem ide tartozik, ezért felesleges őt idehozni. Erre gondoltál? Részben igen. Ugyanakkor említettem, hogy a játékos megfigyelés nem egy meccsen alapuló dolog. Tehát ott több éven keresztül is megfigyelhetnek egy játékost, akár utánpótlás szinten is. És nyilván az ember személyisége változik. Tehát lehet, hogy mondjuk 11 évesen vagy 12 évesen megfigyelte valaki azt a játékost, és látta, hogy hú, igen, benne van valami, nagyon jól játszik esetleg, ahogy mondtad, jól érkezik, gólérzékeny, csatáról beszélünk ebben az esetben, akkor újabb alkalmakkal meg fogják nézni, hogy vajon a személyisége milyen irányba változik. És ha látják, hogy azért ő képes arra, hogy csapatban is gondolkodjon, hogy tényleg ez a ne egyén legyek, hanem kispasszos játék és a többi, akkor én úgy gondolom, hogy adhatnak neki egy esélyt. Hiszen ezzel motiválják is őt, hogy igen, tegyen azért, hogy ő legyen valaki. Fontos kérdés egyébként, hogy ez ugye nem azt jelenti, hogy az egyéniséget ki kell ölni a játékosokból. Pont, hogy az egyéniségeket hiányolják manapság az NB1-es klubokból a szurkolók. Tehát, hogy a kettő az nem egy, ugye? Nem, abszolút nem. Tehát úgy gondolom, ha mondjuk nem egy magyar első osztály, de a Nagy Ádámot nézzük, tehát neki is van egy egyénisége. Sokan panaszkodnak arra, hogy előre játékban nem olyan aktív, mint ahogy az elvárható lenne így szurkolói szemmel. Ugyanakkor olyan egyénisége van, amit mással, mondjuk a válogatotton belül nem nagyon lehetne helyettesíteni. Tehát és így egyéniség szempontjából én a mentalitást is oda sorolnám az egyéniséghez, hiszen tehát ő tényleg az a játékos, aki
box-to-box, tehát neki nincs megállás, mindent megtesz a csapatért. És nyilván a játék stílusa is úgy gondolom, hogy egyedivé teszi. Adáson kívül meséltél nekem egy érdekes történetet Gunkötő Gergővel kapcsolatban. Megosztanál ezt a hallgatókkal is? Persze. Azt kell tudni, hogy Dunakeszin nevelkedett, ahon hosszabb ideig figyelte egy játékos megfigyelő, egy elit akadémia játékos megfigyelője, szándékosan, nem mondok nevet, nyilván nem akarok senkinek sem rosszat, felfigyelt rá, el is vitték próbajátékra az adott klubhoz. Hát nem is tudom, körülbelül szerintem majd, hogy egy hónapig járt folyamatosan edzésekre, és a megfigyelő szemével is beilleszkedett, jól ment neki a játék. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy középpályásként játszott eddig mindvégig, és rendkívül tehetséges. Tehát tényleg nála ez a szkennelés, a gyors döntéshozatal, az első labda érintés, ez nála mind-mind megvan, és olyan játék intelligenciával rendelkezik, amit én úgy gondolok, hogy ritka. Tehát 11 éves korában már kulcspasszokat tud adni, és nem azt mondom, hogy most véletlenül odarúgja, nem, ő tudatosan két védő közé berúgja a labdát. És amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy ez most hogy látja azt, hogy odaér az ember, és hogy ott jó helyen lesz, ő nevetve annyit válaszolt, hogy igazából nem tudja, csak látja, hogy milyen gyors, tehát tudja, hogy milyen gyors a csapattársa, és látja, hogy ott van hely, és jó irányba fut a csapattárs, ezért kiszolgálja őt. Tehát tényleg a játék intelligenciája rendkívül kiemelkedő. Na most a bizonyos próbajátékok, próbaedzések, illetve meccsek alatt sosem játszott középpályást. Tehát belső védőként játszották, ahova más készségek kellenek. Helytált, de nem, az edző szerint nem elég magas szinten, holott hozzáteszem még egyszer, tényleg középpályásként figyelték meg, középpályásként vitték próbajátékra, mégsem azon a poszton játszott. És közölték vele, hogy amennyiben nem lesz az első 3-4 játékosban így ez alatt az időszak alatt, akkor inkább jobb, hogyha más klubot keres, nyilván szebben fogalmaztak, de hogy ez volt a mondandójuk lényege, és hát azt viszont mondhatom, hogy most már Újpesten játszik, tehát nincs egy hónapja, hogy odaigazolt az Újpest FC-ben, ahol ráadásul egy korosztálya feljebb is vitték, mert hogy tényleg ők meglátták benne azt, amit az Elit Akadémián vagy nem vettek észre, vagy tudatosan nem oda tették, ahol neki tényleg helye lenne. És hát valószínűleg nem egy, hanem kettő korosztállyal feljebb fog játszani. Tehát U12-es létére, nem az U13-as, hanem az U14-es bajnokságban fog szerepet kapni. Nyilván ez még a felkészülés során eldől, de úgy gondolom, hogy az is már nagyon szép, hogy tényleg U12 helyett U13-ban az újpesti utánpótlásban fog szerepelni. Nagyon sok minden történhet még a jövőben, de mit gondolsz, 5-6 év múlva érdemes figyelgetni egyébként ezt a nevet valamelyik NB1-es klubban, akár az Újpestnél, akár máshol? Én úgy gondolom, igen, tehát abszolút az a játék intelligencia, amivel ő rendelkezik, és tényleg, na ő viszont mentálisan is rendben van. Tehát vannak hiányosságai természetesen ebben a korban, kinek ne lennének, de fiatal kora ellenére tehát elképesztő, kiemelkedő. Hát úgy gondolom, hogy mondjuk 16-17 éves korában, hogyha esetleg valaki felfigyelne rá, akkor utánpótlás válogatott szinten is lehetne róla beszélni, illetve benne látom azt, hogy esetleg már 19 vagy 20 éves korában, ugye Magyarországon még fiatalnak számítana, hogy már igenis NB1-es mérkőzések lennének a neve mellett, vagy lehetnének a neve mellett.
kommunikációs területen dolgozol, és rendkívül kíváncsi vagyok, hogy a magyar klubokat, profi klubokat hogyan ítéled meg, mint kommunikációs szempontból, jól működnek, rosszul működnek, vagy mondjuk vannak jó példák és rossz példák, de úgy összességében így látsz-e mondjuk jó dolgokat, meg hiányosságokat? Igen, nagyon vegyes a kép, azt kell, hogy mondjam, hiszen jó dolgok is vannak, ahogy említetted, és rosszak is. Legyünk pozitívak, kezdjük a jó dolgok. Jó, például az MTK-t tudnám felhozni példának, ugye most MB2-ben küzdenek a feljutásért. Ők például jól csinálják azt, hogy egy közösséget szeretnének építeni. Tehát ők nem azzal vannak elfoglalva, hogy a lelátók legyenek tele, mert hogy az milyen jó dolog, hiszen ez mutatja meg, hogy egy csapatnak mekkora ereje van, holott nem. Ők egy közösséget akarnak építeni, akik tényleg magukénak érzik ezt a csapatot. Emiatt persze kijárnak a mérkőzésekre, tehát ebben rendkívül nagy előrelépést látok az elmúlt évekhez képest ennél a klubnál. Ugye korábban talán még ők is mondták magukról, hogy igazából könnyű, mert mindenki ismer mindenkit, tehát hogy igazából erről van szó. De hogyha most konkrétan a statisztikákat megnézzük, azért nem volt olyan rossz ez a nézőszám az NB1-es csapattal az MTK-nak. Igen, ez valóban így van. Tehát a tavalyi évben középmezőnyben helyezkedtek el így a nézőszámok terén. Hát ugye szoktak azzal viccelődni, hogy mert hogy a szurkolók széknek öltöznek, meg hogy nincs is szurkolójuk, meg hasonló dolgok, ami egyébként valóban vicces, de ha valaki megnézi a statisztikát, egyáltalán nem ezt látja. Tehát mondjuk egy Honvéd is mögötte van, egy Paks, pedig ugye azt is mondják, hogy Paks csak magyar játékosok vannak, és a közönség is olyan, hogy szeret kijárni a meccsekre, pedig a számok nem ezt mutatják. Beszéljünk a negatívumokról, tehát hogy milyen olyan hiányosságok vannak, vagy úgymond olyan tényleg kihagyott helyzetek, amik akár nem is komoly összegbe kerülnének, mégis kommunikációs szempontból nagy lépést jelenthetnének a klubok. Ugye az MTK-nál említettem, hogy ők egy közösségre törekednek, ugyanakkor az Újpestnél sajnos nem ezt látom. Tehát ott volt ugye ez a logó probléma. Hívjuk azt címernek hívjuk. Igen? Hát címerük volt, tehát... Na értem, igen. Szóval, hogy igen, ebből hatalmas nagy problémák voltak, vannak, és még egy ideig úgy gondolom lesznek is. És emellett ugye a kommunikáció, tehát hogy nem csak a klub kommunikál mondjuk a szurkolókkal, a külvilággal, hanem a játékosok is. És ezt tudomásul kell venni, hogy a játékos is a klub része, amit ő mond, azt a klub nevében teszi. Bizonyára sokan hallottak Sótér Donát nyilatkozatáról, hogy ugye nem, hát nagyon finoman fogalmazok, nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a szurkolók miket skandálnak ott a lelátón. Majd a szurkolók ezen kiakadtak, hozzáteszem teljesen jogosan, hiszen a szurkoló ugye a 12. játékos. Tehát ezt el kell fogadni, ez így van, főleg egy ekkora múlttal, tradícióval rendelkező klubnál. És ezután a balhé után próbálták finomítani a dolgot, és Zsótér Donát ott megszólaltatták, érdeklődtek a nyilatkozatával kapcsolatban, ahol hogy leszögezte, hogy fontos a szurkolók véleménye akkor is, ha pozitív, és akkor is, ha negatív, és hogy az ország legjobb tábora az újpesti. Na most ez akkora ellentmondás, hogy nyilván nem mondom azt, hogy amit mondott korábban ez a negatív nyilatkozat, ő valóban úgy gondolta, hiszen lehet, hogy csak rosszul fogalmazott. Na de erre kell odafigyelni a kluboknak, hogy a játékosoknak a kommunikációját is kicsit képezni kellene arra, hogy mire figyeljen, hiszen ezek nagyon fontos tényezők. Illetve itt volt még egy probléma, még szintén ennél a klubnál. Egyébként ez pont tegnapi eset.
hogy ugye Diós Győrrel játszik legközelebb az Újpest, és jegyértékesítéssel kapcsolatban kérdezték meg, hogy nekik már van-e jegyük szombatra. Na most itt is egy kisebb felháborodást váltott ki az, hogy ők minek menjenek el a meccsekre, amikor tehát nem foglalkoznak velük, senkit nem érdekel, hogy ott vannak-e, és hasonlók. Tehát az ilyenekre oda kellene figyelni, hogy mit nyilatkozik a játékos, és hogyha valami probléma van, hogy akkor hogyan kommunikálunk a közösségi médiában. Tehát én például ezt a jegyértékesítést, ezt abba is hagytam volna, mármint hogy nem kommunikáltam volna így a szurkolókkal, hiszen ez várható volt, hogy ezek után még jegyről beszélünk, amikor konkrétan megsértettük őket. Hát én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt most miért, hogyan, és tehát nem értem ezt az egészet, de igen, ez egy nagy hiba volt. Van egyébként, ez nagyon fontos egyébként, amire rámutatsz, de van egyébként bármilyen szurkolói kapcsolat bármelyik szurkolótábor és bármelyik klub között? Tehát van-e kiépítve bármi? Te tudsz bármi olyan pozitívumot mondani, ahol tényleg látszódik, ahol tényleg mondjuk a kápókkal vagy vezérszurkolókkal van állandó kommunikáció? Hát állandó kommunikációnak nevezhetjük végül is azt, hogy a Fradi szurkoló táborával ugye nagyon sokáig egyeztettek, megegyeztek, hogy igen, bemehettek a mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy ott elindult egy pozitív folyamat, hogy tényleg így a szurkolók irányába. A Fradi mellett pedig nem tudok mást mondani, szintén az MTK, aki most már NB2-es, ugye, hogy ott gyakran tartanak szurkolói ankétokat, és kikérik a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak erről az egész koncepcióról, amit ők szeretnének mondjuk a következő idénybe. Na most, kis negatív visszahúzás az MTK felé, hogy rosszul kommunikálták azt, hogy mi az elvárás. Tehát ők visszaszerettek volna jutni, vagy azt kommunikálták, hogy az lesz a cél, hogy igenis visszajussanak egyből az első osztályba. A mostani eredmény alapján viszont más tükröződik, tehát nem csak az eredményre gondolok itt, hanem rendkívüli fiatalítást vezetnek be, és ez a szurkolóknak annyira nem tetszik, tehát és részben megértem őket, ugyanakkor az MTK pontosan az a klub, aki fiatalokkal dolgozott régen, és úgy gondolom vissza is szeretnének térni ebbe az irányba, hogy magyar fiatalokkal legyen teletűzdelve a csapat, hiszen úgyis eredményesek voltak, miért ne lehetnének újra eredményesek, nyilván időigényes munka, de ha egyszer azt mondják, hogy cél az egyből feljutás, akkor nem kellene más tenni, mint amit mondanak. Tehát vagy azt mondjuk, hogy nekünk a Sándor Károly Akadémia utánpótlása az most nagyon fontos, vagy azt mondjuk, hogy az NB1-be való visszajutás nagyon fontos, egyszerre a kettő nem fog működni. Részben működhet, nem azt mondom, tehát nyilván egy-két játékos beépítésével, mint ahogy eddig is megtette a klub, ez megoldható lenne, de hiányolom a rutint a keretből. Tehát tényleg megértem a szurkolókat, hogy az NB1-es rutin fontos ahhoz, hogy feljusson, visszajusson a klub, és sajnos talán túl sok fiatallal szeretne dolgozni most a klub. Beszéljünk egy kicsit a social médiáról és a magyar futballról. Gondolok itt Facebookra, Twitterre, Instagramra, YouTube-ra, és a többi, fel lehetne sorolni még 100 dolgot. Mennyire fordít erre komoly a fókuszt a magyar klubfutball? Én azt látom, hogy kezd alapvető dologgá válni, hogy ott igenis kommunikáljanak, és ahogy említettem, egyfajta közösséget próbáljanak valamiféleképp kialakítani, viszont nem vezetnek be, nem tudom, szokásokat, vagy vannak ilyen nyereményjátékok, persze, ezt jó dolognak tartom, örök a nézettség, hú, de jó, de nem tudom, itt inkább, hát Észak-Amerikában, az MLS-ben ott nagyon profin csinálják ezt a dolgot, tehát onnan kellene meríteni apróságokat, és szép lassan fellendülne ez a szurkolói élet, vagy a közösség.
mit gondolsz egyébként korosztályt tekintve? Van egyébként különbség a különböző social platformok között? Tehát, hogy mondjuk a 15 éves srácokkal máshol kell kommunikálni, mint a 35 évesekkel, és az 35 évesekkel máshol kell kommunikálni, mint az 55 évesekkel? Tehát, hogy egy platformra kell mondjuk az energiáját fordítani a klubnak, vagy nem, az összes platformra kell fordítani az energiát. Hát erre azt mondanám, hogy ha tényleg igazán ott szeretnének lenni az emberek fejében, akkor nyilván minél több csatorna, annál jobb. De itt valóban, ahogy említetted, azért tudni kell azt, hogy melyik korosztály mit használ leginkább. Tehát most mondjuk a 40 éves korosztály ugye előszeretettel használja talán a Facebookot, de a fiatalabb generáció már kicsit távolodik ettől az iránytól, és inkább az Instagram világát, tehát ők már a vizualitásra mennek rá leginkább. Kommunikációs területen egyébként ráférne egy kis ránc felvarrás a klubokra? Már csak arra gondolok, mert hogy lehet, hogy vannak nagyon jó kommunikációs emberek ezeknél a kluboknál, de biztos, hogy kéne egy ilyen friss vér, fiatalítás, akik meg nagyon benne vannak ebben a social világban. Tehát, hogy akinek nem kell elmagyarázni, mi az Instagram, a Snapchat, és a többi, hanem tudja és használja azt nap, mint nap, és tudja, hogy mik a trendi dolgok, hogyan lehet úgymond nézettséget generálni, és mivel lehet elérni a fiatalokat. Én azt gondolom, igen, szükség lenne egy szemléletváltásra, egy apróbb szemléletváltásra, mert tényleg ez nem igényel akkora befektetést. Nyilván ez is időigényes, mire a szurkolók oda találnak, ahova a klubok szeretnének, tehát így a felületekre gondolok, hogy kövessék az adott klubot, de mindenképp érdemes lenne, ha nem is fiatalabb generációt bevonni, de olyan személyt, aki ért ezekhez, tudja, hogy hogyan kell elérni a különböző korosztályokat. Beszéltünk már arról egyébként, hogy a játékosok is képviselik a klubokat. Szerinted az adott kluboknak kell-e figyelmet fordítani a saját klubjukban játszó játékosoknak a social platformjaira, vagy nem, ez mindenkinek a magánszférája? Persze, mindenkinek a magánszférája, de azért azt tudni kell, hol a határ. Tehát ha én egy klub kötelékébe tartozom, akkor ne osztogassam már meg azt a képet, hogy nem tudom, vasárnap van meccsem, és szombaton én még mondjuk valahol bulizni vagyok, vagy... Bárba vagyok a... Pontosan, tehát azért a határokat ismerni kell, mert hogy lehet azt csinálni, hogy megosztom a képet, és jól játszom, tehát elismerik, hogy igen, ő ezt csinálta, egyszer elnézzük neki, egyefele nyertünk, ez a lényeg. Na de a következő meccsen is előfordul, tehát a meccs előtt előfordul, hogy ő elmegy valahova, és utána kikap a csapat, akkor nem az lesz, hogy a csapat kapott ki, és hogy úristen, mi történt a múltkor, milyen jól játszottunk, hanem hogy ez mindez annak a játékosnak köszönhető, aki nem volt tekintettel a klubnak az érdekeire. Cáfolj meg, vagy erősítsél meg engem nyugodtan, de én úgy érzem, azt tapasztalom, hogy a social platformokat a klubok arra használják, egyrészt, hogy a klubbal kapcsolatos híreket kommunikálják a szurkolókkal, illetve arra, hogy minél több embert hívjanak be a stadionba, vagy adjanak el minél több jegyet a következő mérkőzésre, esetleg bérletet. Annyi minden más dolog lehetne használni ezeket a felületeket. Szerinted miért nem használják, hogy én látom rosszul, hogy ez a kettő cél lebeg csak a klubok előtt? Nem, ezt teljesen jól látod. A legtöbb klubra egyébként valóban igaz, hogy elmondják, mi történt, ez fog következni, és vegyetek jegyet. tehát valami ilyesmi látható a social felületeken. Igen, sajnos meg kell, hogy erősítselek abban, hogy ez valóban így van. De ha mondjuk, hogy te oda kerülnél bármelyik klubhoz, bármelyik profi klubhoz, akkor egyébként lennének így ötleteid, amit fel lehetne használni? Nyilván meg kell vizsgálni a környezetet, hogy hogyan működik az adott struktúra, az adott klub, milyen a szurkolói társadalom, de mégiscsak, tehát hogy valami új szemléletet be tudnál vinni? Úgy gondolom, igen, tehát ahogy említetted is, itt mindenképp meg kell vizsgálni azt, hogy a klub hogyan vélekedik mindarról, amit mondjuk a szurkolói közösség képvisel,
hogy valóban a klub részeként látja őket, vagy egy kívülálló kis tábor, akiknek kedveskedünk. Tehát, ahogy említettem, itt közösség építésre kellene a hangsúlyt fektetni, nem pedig a jegyeladásra, nem pedig arra, hogy mit tudom én, mi volt tegnap előtt az edzésen, hanem tényleg valahogy egy folyamatos, nem egyirányú a klub oldaláról a szurkolók irányába történő kommunikációt kellene megvalósítani, hanem egy tényleges párbeszédet, hogy mind a két fél el tudja mondani, hogy mi történik a klubbal, és hogy mi várható, mi lesz. Tehát kapjanak visszajelzéseket is, amikre reagálnak, ne csak elolvassák, és úristen, ez a hülye már megint mit írt, hanem tényleg vegyék figyelembe azt, hogy a szurkoló mit mond. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen összefoglaltuk itt a kommunikációs és edzési problémákat és lehetőségeket is vázoltunk fel. Ugye az elmúlt egy óra azt gondolom, hogy nagyon tartalmasan telt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a műsor meghívását. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Veletek pedig jövő héten újra találkozunk, tartsatok velünk akkor is. További gólzáporos szép estét mindenkinek. Én Bíró Dávid voltam. Sziasztok!